A döntőt felvezető bronzmérkőzésen az UTE 3-0-ra verte a Jászberényt, így az újpestiek szerezték meg a harmadik helyet a Magyar Kupában. A finálé első játszmáját a Fátu Nyíregyháza kezdte jobban, már 7 ponttal is vezettek, a végén szettlabdához jutó hazaiak, de a Vasas Óbuda fordítani tudott és 27-25-re megnyerte a játékrészt. A folytatásban is lendületben maradtak a vendégek, és a 17-re nyert szettnek köszönhetően már 2-0-ra vezettek a fővárosiak. A harmadik játszma végjátékában meslabdához jutott a Vasas, de ezúttal a nyíregyháziak fordítottak, és 26-24-re nyert szettel szépített Hollósi László együttese. A negyedik játékrész is izgalmasan alakult, a Vasas vezetett, de a hajrában utolérte ellenfelét a Nyíregyháza. Egyenlíteni azonban nem sikerült, a fővárosiak ötödik meslabdájukat értékesítve 3-1-re megnyerték a mérkőzést és a Magyar Kupát, a legutóbbi két kiírásban győztes nyíregyháziaknak pedig ezúttal meg kellett elégedniük az ezüstéremmel.